Sándor bátyámnak, aki emberségről ezt példát adott a magyarnak, szeretném átadni az emberi méltóságért kitüntetést, és ötittel úgy pedig számítanak. Köszönöm. Fölszívódtak a magyarságba, annak ellenére közel 100 éve román impérium alatt élünk, és soha semmi konfliktus, ahogy mondják, nem volt közöttük, és nem erőszakosan olvasztották be őket, mint ahogy mondjuk a burgenlandi magyarokat se, akik osztrákká váltak. Vannak ilyen törvények, hogy a többség, és a tolerancia az szabja meg az embereknek az irányát. Na most, mit tanultam én gyermekkorban? Hát először is olyan erős egyszer itt fölvezettek engem, mondták, hogy mit kell tudni Nagygalambfalváról, és ott egy olyan, ott látom, hogy azt még nem tudtuk, hogy van ilyen, hogy operréding, mert ilyen hirdetnek a magyar is hosszúját, hogy hát operréding, hát operrédingben vettem részt. Tehát még azt nem tudtuk, de akik ezt ővelek, amikor 75 éves voltam, akkor a Fészek klubban ért az a megtiszteltetés, hogy volt egy ilyen ünnepség, és hát akkor még nem volt válság, és a székelyek jó része a környéken is itt dolgozott, kővesek is, átsuk, a falunak is jó része, szomszédfalak is, hát teltház volt, mondom se kell, és akkor azt kérdezte a fölvezető, hogy most követő, Kányádi Sándor, mit kell tudni Nagygalambfalva, mit kell tudni Nagygalambfalva? Azt mondtam, hogy hát itt, ugye, nem tudom, hányadik kerületben van a Fészek? 7. kerület. Itt 450 évvel ezelőtt volt egy iskola, magyar iskola, mondtam, vagy török, vagy valami iskolaféle, mondom, de Nagyalfalván volt magyar iskola. Ez a reformációnak, a protestantizmusnak köszönhető, és a százhatásnak. Azok is amennyire kezdtek tanítani, ugye? És kérdeztem, hogy hát itt sok színház is van a környéken. 18. század elején volt-e itt színház? Nagygalambfalván volt. Azon kívül, hát könyvtár, itt van Szabolárdunk könyvtár, különböző könyvtár van. 18. század elején volt, de mert Nagyalfalva volt. Hát ennyit kell tudni. Nagyalfalvának többi magától megy, és még egy másik dolog az, hogy úgy nőttem fel, tehát az iskoláknak köszönhetően, ugye, A mi falunkban mindenki tudott. Én 18-20 éves voltam, amikor haszalottam van annak. Mindenki tudott írni, olvasni. És alig volt család, amelyiknek egy gyereke legalább néhány kollégiumosztályt végzett volna. És a másik dolog pedig az, hogy hát egy közösségbe értünk, például az édesapámmal dolgoztunk az udvaron, és jött a gyepmester, a dögész cigány, aki katonatársa volt édesapámnak, és aztán Sándor hozzá készített a gyepmester úrnak. De törült le, mielőtt leülne, mert poros az első állat. A széket nem a vendég után, hanem előtte kellett örülni. A másik meg azt tanultam, édesapám hazajött a hadakútjáról, 46-ban, amikor elvesztettem másodszor is a magyar állam polgárságát a féllábteimmel együtt, és dicsekedtem, hogy sikerült a lovakot megmentenem a hazaderőt, és azt mondtam, bárminkát nándorul és konverekumát családját, vagy a gyermekeket mentette volna meg legalább. Én még nem is tudtam akkor otthon, még nem tudtuk, hogy mit történt. És édesapámon ez, hát például ahhoz, hogy én a százszor után fordítottam, mit is nélkül tisztetni, az is neki köszönhető, mert mondta, hogy együtt ezeknek is vannak dalokik a zsidóknak, Konerek, Komán, és akkor ő, ahogy minden nyelvből a maga akcentusában idézetek, ezt már, állj idele, mondta nekem, és ott fogadtam meg neki, hogy egy fordított, lefordított kötetet, ami el is készült, és nagy sikerű koncert is lett belőle. Hanem tovább menjünk az, hogy élete vége pedig azt mondta Sándor, ez a második világháborús emlék miatt. Nem azért beszélek itt, mert múltkor, amikor jutódunk a főlapjúról beszéltük. Azt mondta, ez a második világháborús emlékmű, honvéd emlékmű, itt a templomunk előtt nem teljes, amíg nincsenek rajta Konerekovák és Nándorunk familiája. Ők is a második világháború álltak szerintem meg. És utána meg kéne kérdezni az életben arról, hogy akar-e emléket ebben a szomorú emlékű faluban. Aztán változott a világ, feleségemmel elmentünk Izraelbe, megkerestem a gyerekkori barátomat, 15 éves múltam utoljára láttam, még 45-ben 16, és azt kérdezte tőlem a telefon, megnőtt és és a könnyeiért büszködve elmondta nekem az aradi 13 év tanús népsorát, úgy, ahogy tőlem tanultam. És amikor elmondtam, hogy mi járatban vagyok és édesapám, mit én hozom hozzá. Na, somba-sobán megvan az emlékmű, gyönyörű, fekete gránit, ott van a engedélypénzfáncet főlapjútól is kértem, hogy azt a szöveget, ami minden héber sírbőrön ott van, az a gyönyörű héber írása, amit egyszerűen lehet lefordítani, hogy legyen a lelkük az ő élet motyújába kötve. Hát ez ugye vándor nép volt, nomád nép volt a zsidó is akkor, és hát vitték a hagyt, amikor tovább mondtak, de ezt azért engedélyt kértem arra, főrabbi úrtól, hogy ezt lapidárisra fordíthassa, úgyhogy lelküknek örökére legyen, hogy ne legyen mosolyogtatni. Skorjon a 17-én, ott van a Dávid csillag, alatta a héber betűket, és 17 név, és alá lelküknek örök élete legyen, és még alatta az, hogy a vészkorszak Nagyalfalva áldozatainak kegyelette a falu nép, és ez úgy is történt. De ez akkor, amikor még ne haragja, ez csúnya összehasonlítja, hogy nem volt kampány, a holokausztról meg nem tudom én beszélni, ez a 90-es évek elején, akkor jutott. Na most, ha befejezzem, édesapám ilyen ember volt, édesapám mellett én annak köszönhetem, én vagyok, az egész genet azért kaphatom ezt a kitüntetést is, és minden más, mert a legszerencsésebb ember vagyok. Nem azért meg kitüntethető vagyok, hanem olyan atyai barátaim voltak, amilyen meg magyar emberek. Lámpássolták első. Azt mondom, hogy Kós Károly, Tamási Áron, Zsögödi Nagy Imre a festő, egy határon túl itt is mondjuk Illyés Gyula bácsi, mert ugye onnan nézve napon határon. És nem utolsó sorban Márton Áron, Gyulafehérvári, római katolikus püspök, mondja ezt egy protestáns ember. Tehát nálunk ilyen felekezeti különbséget nem. Az, hogy atyai, remélem, haló forukba se bántom meg, hogy azt mondom, hogy atyai barátom, amit mondhattam őket, és úgy bántak velem, úgy kezeltek, úgy vettek maguk közé, hogy ennek köszönhetem az is, hogy eljöttem.